végző sandalú képviselője, a HÖT elnökének tartsa magasba az előző kapszulát. A végzősök üzeneteit tartalmazó időkapszula átadása a Nyíregyházi Egyetemen. A hagyományhoz tartozik, hogy az utolsó évesek nevében búcsúbeszédet is mond egy arra érdemes hallgató. Linzenbold Attila testnevelés angol szakos tanárként végzett az intézményben, friss diplomásként pedig már el is helyezkedett. A mesterképzésre tervei szerint visszatérne az egyetem falai közé. Első körben szerettem volna egy olyan tudást biztosan megszerezni, amivel a későbbiekben az úgynevezett nagybetűs életben sikeres utat tudok bejárni, és úgy gondolom, hogy maga az egyetemnek a légköre, illetve az oktatóknak a munkája, a felkészítő folyamat, ez mind ahhoz járult hozzá, hogy a mai nap folyamán itt leessünk, és biztos kezekkel tudjunk tovább haladni a nagyvilágban. Az intézmény rektora elmondta, a Nyíregyházi Egyetem vonzerejének növekedését mutatja, hogy a 2024-25-ös tanévre az intézménybe első helyen mintegy 10%-kal több hallgató jelentkezett, mint az előző években, kiemelkedve ezzel a hazai felsőoktatás mezőnyéből. Az egyetem egyedülálló tradíciót képvisel, mivel a pedagógus képzéstől a mérnöki, gazdasági, művészeti vagy akár pilóta képzésig széleskörű területen nyújt lehetőséget a hallgatók számára. Nagyon furcsa dinamikája van a képzéseknek. Ugye azt látjuk, hogy vannak a társadalompolitikai célok, és az oktatási kormányzat megpróbál lépéseket tenni, például a pedagógus képzés irányába, hogy a megfelelő szakképzettségű pedagógusok, óvónők különösebben a régióban rendelkezésre álljanak. Ez Nyíregyházán, a jogelőtt intézménynél, a Bessenyei György tanárképzőfiskolánál mindig prioritás volt, tehát az ország egyik legjelentősebb pedagógus képző intézményei vagyunk, most is jelentős, de messze elmarad a fénykortól. A újabb divat szakok közül nem kivétel a Nyíregyházi Egyetem se, a informatika, gazdaságtudomány, ahol elképesztő jelentkezési rohammal kell mindig szembenéznünk, nagyon magas pontszámokkal kerülnek be a hallgatók. Az eseményen dr. Varga Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára elmondta, a versenyképesség és a térségek erősítése volt a legfőbb célja a modellváltásnak. Ennek eredménye, hogy 5 éve 7, idén pedig már 12 magyar egyetem van a világ legjobb 5%-ában. Hozzátette, a teljesítmény finanszírozással az egyetemek tudományos teljesítménye 30%-kal nőtt, és közel 6000-rel több aktív hallgatója van az intézményeknek. A diploma hozzáadott értéke folyamatosan nő, hiszen 42 nap alatt lehet munkát találni, és a diploma minimum másfélszeres bérszorzót jelent. Az egyetemeknek sokkal erősebbek a kapcsolatai a vállalatokkal és a partnerintézményekkel. Mindemellett elvitathatatlanul nőtt a térségi megtartó erejük, ebben a Nyíregyházi Egyetem a legjobbak között teljesít. A Nyíregyházi Egyetem szenátusa 21 munkatársuk számára adományozott kitüntető címeket, elismerve ezzel kimagasló teljesítményüket. Ezt követően a végzős hallgatók kapták kézhez okleveleiket. Az intézmény közel 4000 hallgatója közül idén júniusban 687-en tettek sikeres záróvizsgát. Közülük 514 végzős vette át ünnepélyes keretek között a diplomáját.